Számomra még most is a 83. évemben egy új paciens úgy kezdett, mint egy kezdő, aki nem tud semmit. Én nekem mindig az az illető tanítja meg, hogy vele mi van, aki ő. Én nem segítek. A segítésnek van egy szuggesziója, hogyha én azt gondolnám, hogy most én segítek neked, tulajdonképpen lekicsinyelnélek, azt szuggerálnám, hogy neked segítségre van szükséged. De nincs. A gyerekeknek nincs szüksége tanárokra, és a pacienseknek nincs szükségük terapeutákra. Arra van szükségünk, hogy ne legyünk egyedül. Nem lehet úgy dolgozni emberekkel, hogy én jó vagyok, és a rossz jön hozzám, és én dolgozom a rosszon, hogy a rossz is jó legyen, mint én. Én arra jöttem rá, hogy egy terápiás órában, a terápiás óra végén én nem érzem jobban magam, mint az elején, akkor a paciens sem. Vagy mind a kettőnknek jó, ami történik, vagy egyikünknek sem. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szeretettel köszöntelek benneteket. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan legyek jó pszichológus, és hogy hogyan alakul ki a terapeutai attitűd. És a mai beszélgető partnerem, Feldmár András, köszönöm szépen, hogy újra eljöttél, és múltkor nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, most egy picit más téma lesz. Már egy kicsit felvezettem a múltkor, hogy a saját pszichológussá válásom során én nehezen éltem azt meg, hogy azt feltételeztem a képzés hatására, hogy van egy mód, egy nagyon szigorúan lefektetett mód, ahogyan lehet segíteni az embereknek, és ezeknek nagyon szabályozottan leírt módja van, amitől nem szabad eltérni. És aztán, ahogy kijöttem ezt senki nem mondta egyébként így, csak ez volt a feltételezésem. És aztán, ahogy kijöttem az egyetemről, meg az egyetemen utána is ott maradtam a további képzéseken, és kicsit kitágult a világ, és más képzésekre is elmentem, meg elkezdtem olvasni a könyveidet, akkor én pályakezdő koromban eléggé rácsodálkoztam, hogy, és eleinte egyébként lehet, hogy indulattal fogadtam, hogy úristen, hogy lehet ezt így csinálni, mi nem is így tanultuk, ez így nem szabályos, stb. És aztán történt bennem egy váltás, és nagy szabadságot adott, hogy rájöhettem arra, hogy saját terapeutai attitűdöt is kialakíthatok, és hogy átszűrhetem magamon a módszereket, és hogy lehet egy eklektikus Knapek Éva módszer, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És szerintem ezen az úton addig eljutni, hogy ezt megengedje magának egy pszichológus, sok szenvedés van, meg sok szorongás, hogy vajon jól csináljuk-e. És az első kérdésem az lenne, hogy te emlékszel a saját utadnak az elejére, hogy gondolkodtál erről, hogy milyen a jó pszichológus, és voltak-e ilyen pillanatok, ilyen felismerések, hogy jé, hogy szabadságomban áll máshogy csinálni, lehet, hogy az én klienseimnek így a jobb, vagy én hozzám ez jobban illik, és hogy voltak-e ilyen nagy felismeréseid ezzel kapcsolatban? Megint köszönöm, hogy meghívtál. Hát én úgy kezdtem, hogy majdnem megkaptam a doktorátusomat matematikából a Johns Hopkins Egyetemen, amikor rájöttem, hogy most már nincs szükségem a matematikára. Akkor jöttem rá, elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen engem jobban érdekel az irodalom, engem jobban érdekel a filozófia. Miért csinálom a matematikát? És rájöttem, hogy azért csináltam, mert annyira
összekavarodott bennem a világ. Emocionálisan, szociálisan, pszichológiailag annyira őrült voltam, nem tudtam kapcsolatba kerülni a valósággal, vagy nem voltam benne biztos, hogy mi a valóság, hogy a matematika nagyon megnyugtatott, jobb volt, mint bármilyen idegcsillapító. Mert a matematikában ott biztos, hogy ez jó, vagy ez nem jó. Hogyha egy eredményre érek, akkor ott nem volt az, hogy hát így is lehet, úgy is lehet. Vagy igaz, vagy nem. Fekete-fehér, igen, nem. Nem volt kételkedés a matematikában. És ez engem megnyugtatott. Mert minden más színvonalon, minden más életszinten a kételkedés teljesen átitatott. Nem tudtam elhinni semmit, de hát a matematikában be lehetett bizonyítani. De aztán kicsit fölnőttem, és elkezdtem gondolkodni. Elmentem egy pszichoanalitikushoz, mert szenvedtem párkapcsolatban. Úgyhogy visszamentem Torontóba, és 9 hónapon keresztül minden nap, 5 nap egy héten jártam az analitikusomhoz. És szerencsére ez az analitikus ez olyan rettenetes volt, hogy rájöttem, úgy gondolkoztam, ahogy feküdtem a kanapéján, hogy ez valószínűleg én jobban tudnám csinálni, mint ő. De mert ha ő nagyon jó lett volna, akkor soha nem váltottam volna. De az adott reményt, hogy ő olyan rossz volt. És mégis ő volt a Kanadai Pszichoanalitikus Egyesületnek a főnöke. Hát akkor gondoltam, akkor van egy lehetőség a számomra. És 9 hónap után mondtam neki, hogy most köszönöm szépen, abba hagyom. És akkor úgy váltunk el, hogy ő azt mondta nekem, hogy van egy gyógyíthatatlan személyiségi zavarom, és az utolsó tanács, amit adott, az az volt, hogy bármilyen döntési helyzetben határozzam el, hogy mit akarok csinálni, különösen nőkkel vagy más emberekkel kapcsolatban, és akkor csináljam az ellenkezőjét. És akkor esetleg túl fogom élni a saját őrültségemet. Hát mondom, köszönöm szépen. És elmentem egy egyetemre, ahol elkezdtem a pszichológiát tanulni. És 2 év alatt megkaptam a master's degree-t, MA-t, és akkor vettem észre, én nagyon örülök annak, hogy a tudományokból mentem a pszichológiába. Mert akkoriban, hát szerintem még most is, például a statisztika nagyon fontos a pszichológusoknak, hogy mi egy jelentős differencia, mi nem. Egy doktori disszertációt nem lehetett akkor írni statisztika nélkül. Tehát matematika nélkül nem lehetett valaki pszichológus. De akkor nagyon odafigyeltem, és rájöttem, hogy az pszichológusok rosszul használják a statisztikát. Egy valódi matematikus röhögne rajtuk. És akkor gondoltam, miért csinálják? És akkor rájöttem, hogy a pszichológusoknak kisebbségi érzetük van, mert tudják valahol, hogy ők nem egy tudomány, hogy ez nem tudomány, ez csak egy akartudomány lenni, és úgy csinálnak, mint a tudomány lennének. És ezt kell megtanulni, ezt tanítják az iskolába. Aztán sokkal később, amikor már filozófiát olvastam, rájöttem, hogy az Arisztotelész, hát több mint 2000 évvel ezelőtt, vagy valahogy úgy, ő felsorolta, hogy ő szerinte milyen tudományok vannak.
És ő azt írta, hogy vannak olyan tudományok, mint a matematika, fizika, amik elméleti tudományok. Tehát vannak törvények, vannak elméletek, le lehet vezetni dolgokat, be lehet bizonyítani dolgokat. Ezek az elméleti tudományok. Aztán vannak azok, amiket ő produktív tudományoknak nevezett, például az orvostudomány és az építészet. Ez volt az ő két példája. Mert ott van egy terv, és lehet tudni, amikor megcsinálja az orvos, amit kell neki csinálni, vagy megcsinálja az építész, amit neki kell csinálni, össze lehet hasonlítani a tervvel, és akkor lehet tudni, hogy jól építette-e, vagy jól tette össze az orvos a csontot, vagy varta össze az izmaimat. Tehát ezek produktív technikai tudományok. És akkor ő megnevezett egy harmadik fajta tudományt, amit praktikus tudománynak nevezett. És az ő két példája az etika és a politika volt. És ott azt mondta, hogy az etika, ami tulajdonképpen annak a tudománya, hogy hogy bánjunk egymással. A politika az az, hogy hogy szerezzek elég hatalmat, és hogy tartsam meg ahhoz, nem ahhoz, hogy fölötted uralkodjak, hanem ahhoz, hogy azt csináljam, amit akarok, és soha ne kelljen azt csinálni, amit nem akarok. Ez a politika, a mikropolitika. És akkor, amikor ezt olvastam, akkor rájöttem, hogy a pacienseimnek semmiféle pszichológiai problémája nincs. A pacienseim azért jönnek, mert bántották őket, rosszul bántak velük, tehát ez etika, és a boldogtalanságnak a legnagyobb tényezője, ahogy láttam, ahogy kibontakozott előttem, a hatalom nélküliség. Hát ahelyett, hogy orvosságot írna elő a pszichiáter, ha pénzt adna, szerintem jobban járnának a paciensei. Mert a pénz felemeli a hatalmat. Hát akkor, hogyha van pénzed, akkor nem kell. A Marx egy jobb pszichológus volt, mint a Freud. Mert a Marx rájött arra, hogy az, aki csak azért dolgozik, hogy pénzt kapjon, tehát ez az elidegenült munka, az megőrít, az boldogtalanná tesz. És amikor ő azt mondta, hogy a világ proletáriai egyesüljetek, ő azt arra biztatta az embereket, hogy addig harcoljunk, ami nincs olyan munkánk, amit élvezünk. Mert különben nem lehet az ember boldog, amikor úgy érzi, hogy kihasználják. Hogy napi 8 órát odaad valaminek, amit nem akar csinálni, rabszolgának érzi magát, és mire már van pénze, addigra már túl fáradt ahhoz, hogy bármit is csináljon, amit valóban akar. Tehát a Marx teljesen nyilvánvalóan mélyebbre ment a boldogtalanság analízisével, mint a Freud. Na most akkor azt mondta az Arisztotelész, hogy ez a harmadik, a praktikus tudományok, hogy ott nem lehet, nem szabad, hogy legyen elmélet, nem szabad általánosítani, nincs technika, hogy az etikában és a politikában, és szerintem a pszichoterápiában, minden helyzet más, aki általánosít, az már nem is látja az igazi embert, akivel dolgozunk. Számomra még most is a 83. évemben egy új paciens úgy kezdett, mint egy kezdő, aki nem tud semmit. Én nekem mindig az az illető tanítja meg, hogy vele mi van, aki ő. Én soha nem tudok semmit, amit ők nem mondanak. Amit megtanultam az egyetemen, azt mind el kellett felejteni. Abszolút semmi hasznosat nem kaptam az egyetemen. Az csak arra volt jó, hogy kapjak engedélyt, hogy dolgozzak, mint pszichológus. De arra, hogy
Mit csinál egy pszichoterapeuta? Azt mind magamnak kellett felfedeznem. És az egyik legnagyobb felfedezés, és most megállhatunk, az az volt, hogy a pszichológia nem csak a tudományokkal van megmérgezve, hanem az orvostudománnyal is. Tehát, hogyha nem úgy csinálunk, mint hogyha elméleti tudomány lennénk, akkor úgy csinálunk, mintha olyanok lennénk, mint az orvosok, vagy az építészek. De egy jó évára nincs, nem tudlak összehasonlítani, hogy milyennek kellene lenned. Tehát, hogyha jössz hozzám terápiába, akkor nem, én nem orvosollak. Nem arról van szó. Rettenetes metafora. De valahogy a mi társadalmunkban ragaszkodunk rossz metaforákhoz. A Szász Tamás például 50 évvel ezelőtt írt egy könyvet, angolul a címe az, hogy a Myth of Mental Illness, a mentális betegségek mitológiája, amiben azt mondja, hogy nincs mentális betegség. Nem rossz metafora. Azt mondta, hogy az embernek vagy agybaja van, és akkor menjen egy neurológushoz, vagy problémái vannak az életben, és ahhoz nem kell egy tudós. Az nem egy betegség. Azt nem úgy kell segíteni, mint egy orvos segít nekem, hogyha rákom van. Na most az, amire rájöttem, ami fontos, hogy hát akkor tulajdonképpen mit csinálom, miért fizetnek nekem az emberek, ha semmit nem tudok? Hát azért, mert nagyon jól oda tudok figyelni, és 50 éve gyakorlom, hogy kell valakire figyelni. És rájöttem arra, hogy minden baj, minden, amit a paciens szenved, az közöttünk van, nem benne. Ez a mai pszichológiát úgy 90%-ban marginalizálja számomra, mert például a DSM, ahol megnézzük, hogy mi baj van valakivel, hát ez tárgyiasít, egy tárgyat csinál az emberből, ami már fájdalmas, tehát akit így megvizsgálnak, annak fájdalmat okoz az, aki megvizsgálja. Mert úgy nézünk rá, mint egy biológus mikroszkópon keresztül, jegyzetelünk, és akkor megmondjuk, hogy ő ki, vagy ő mi, vagy hogy mi baja van. De ez mind fantázia, ez mind nem igaz. Én arra jöttem rá, hogy senki nem jött hozzám eddig, akit nem bántottak. Hozzám se. Ja. Úgyhogy a baj mindig közöttünk van, és nem lehet úgy dolgozni emberekkel, hogy én jó vagyok, és a rossz jön hozzám, és én dolgozom a rosszon, hogy a rossz is jó legyen, mint én. Hogy abban a pillanatban, amikor én veled vagyok, akármilyen kapacitásban, akkor már van egy mi, és hogy én benne vagyok abban, ami történik a pacienssel. Tehát ami történik köztem és a paciens között, az a kezelés, hogy bánok vele. Tehát itt nincs orvostudomány, itt nem kell tudni ahhoz, hogy szeresselek, ahhoz, hogy figyeljek rád, ahhoz, hogy úgy bánjak veled, mintha egyenlőek lennénk, mert azok vagyunk, ahhoz nem kell tudnom, hogy van agyad, meg idegrendszered. Az egy redukció. Ha te meg vagy ijedve, és ijedten jössz be hozzám, és fél órán belül észreveszed, hogy valahogy, ahogy én veled beszélek, ahogy én veled vagyok, a gesztusaimon keresztül, rájössz arra, hogy én nem foglak bántani, akkor megnyugodsz.
És ha valaki az idegrendszeredet figyeli, akkor nagy változások lesznek az idegrendszeredben, csak azért, mert velem beszélgetsz, mert az én szobámban vagy. Tehát ez nem jelenti, hogy nekünk oda kell arra figyelni. Arra kell figyelnünk, hogy jól bánjunk egymással. Na, ez úgy megmutatja neked azt a vonalat, ahogy én rájöttem arra, amit most hiszek, hogy igaz. Nagyon sok mindenben egyetértünk, úgyhogy most nem ismételném el, csak picit kiegészíteném, hogy nekem egyébként azért jó tájékozódási keretet ad az a sok tudás, amit igyekeztem elsajátítani, de én is azt gondolom, én például nem szeretem azokat a kérdéseket, hogy milyenek általában az emberek, hogyha ilyen kérdéssel fordulnak hozzám, mondjuk egy interjúban, mert hogy annyira egyedi tud lenni, hogy mindig azt érzem, hogy nehéz lenne össztársadalmilag mondani valamit a magyarokról, vagy az emberekről, mert hogy nagyon-nagyon sokféle történet létezik. Annyira keveredünk egyébként. De felírtam egy rakás kérdést, nem tudom, lesz rá időnk. Úgyhogy a legfontosabbakat mindenképp. Hogy hallgattalak, eszembe jutott, hogy szerintem él az emberekben egy elképzelés, hogy csak az lehet, mármint a laikusokban sokszor, de lehet, hogy még a pszichológusokban, páciens székében ülve van egy olyan elképzelés, hogy csak az lehet hiteles pszichológus, aki már szintén jól van, és mindent megfejlődött, de hát közben mi is emberek vagyunk, és ott van a hétköznapi életünkben a szenvedés, meg mi is kiabálunk néha otthon a családdal, és hogy azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a jó segítőnek, meg a jó segítségnek, hogy makulátlan legyen egy pszichológus. Mégis annyira nagyon hajlamosak vagyunk páciensként idealizálni azt, akitől várjuk a segítséget. Ez egy másik adásban már mondtam, hogy azért ez jót tesz a pszichológus narcizmusának, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amiben úgy tűnik, hogy mi tudjuk a tutit, de hát tulajdonképpen sokszor nem állunk mindenben jobban, vagy lehet, hogy semmiben sem, mint az, aki hozzánk jött segítségért. Ezt most így nagyjából általánosságba véve mondom. Szóval, hogy mit gondolsz, hogy mit jelent az, hogy akkor hiteles a pszichológus, ha, vagy hogy van-e ilyen, vagy jól kell lenni egy pszichológusnak ahhoz, hogy tudjon segíteni? Amikor valami ilyesmit kérdezte nyilvánosan a tanítómesteremtől, a Lengtől, a Leng dühös lett, hogy lehetsz ilyen szemtelen, hogy rám nézel, és akkor azt mondod, hogy hát persze nekem már nincsenek problémáim, mert én egy híres pszichiáter vagyok, hogy ő azt mondta, hogy azt teszi őt egy jó terapeutává, hogy szenved, hogy együtt tud érezni. Ha nem szenvedne, akkor nem lenne ideje arra, hogy szenvedő emberekkel legyen. Tulajdonképpen ez oda is vezet, hogy mondja, én nem gondolok, hogy én valakit, én nem segítek. A segítésnek van egy szuggesziója, hogyha én azt gondolnám, hogy most én segítek neked, akkor tulajdonképpen lekicsinyelnélek, mert azt szuggerálnám, hogy neked segítségre van szüksége. De nincs. A gyerekeknek nincs szüksége tanárokra, és a pacienseknek nincs szükségük terapeutákra. Arra van szükségünk, hogy ne legyünk egyedül. Én gyakran azt gondoltam, hogy én vagyok a legőrültebb, és csak azért vagyok terapeuta, mert amikor odafigyelek egy másikra, amikor együtt vagyok mélyen valakivel az igazságban, mert hát a normális beszélgetésekben, a mi társadalmunkban nem sok igazság jön közénk általában. De hogyha valaki sok pénzt fizet, hogy meghallgassák, akkor valószínűbb, hogy igazat mond. Tehát a rendelőmben mélyebb beszélgetésekben vehetek részt, mint a kocsmában. Néha jó és mély beszélgetések vannak a kocsmában,
De az én rendelőmben, ha a beszélgetés nem igaz, nem mély, nem önfelett, akkor én tudok valamit csinálni, akkor azért is fizetnek engem, hogy szóljak, hogy ezt a kocsmába is megbeszélhetnénk, miért jöttél ide? Tehát ha azért vagyunk együtt, mert tudom, hogy mondjuk ha elvesztetted az utadat az erdőben, akkor nekem nem kell tudni, hogy vezesselek ki. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy annyira szorongsz, hogy egyedül vagy, és nem fogod tudni, soha nem fogsz kikerülni az erdőből. Én megtalállak, és azt mondom neked, hogy addig leszek veled, amíg te meg nem találod az utat ki. Nekem, én nem ismerem a te erdődet. Te kerültél oda, te járkálsz benne, de ha azt mondom, hogy fogom a kezedet, együtt leszünk, akkor már okosabb vagy, már jobban tudod nézni, hogy itt már voltam, menjünk más irányba. Tehát nekem nem kell vezetni, nekem csak együtt kell lenni veled, vagy mögötted, vagy melletted lenni, de nem előtted. És akkor együtt vagyunk, és az együttlét az nekem is jó, nem csak neked. Tehát én arra jöttem rá, hogy egy terápiás órában, a terápiás óra végén én nem érzem jobban magam, mint az elején, akkor a paciens sem. Vagy mind a kettőnknek jó, ami történik, vagy egyikünknek sem. Úgyhogy ha nem szenvednék, ha nem lennének problémáim, akkor nem lennék terapeuta. Na most van egy másik része ennek, például, hogyha én kövér vagyok, tudom én, 50 kilóval több súlyt viselek, mint ami úgy rám fér, és te jössz hozzám, mert te is súlyosabb vagy, mint szeretnél lenni, akkor nem valószínű, hogy neked sikerülni fog lefogyni. Mert én szabotálni fogom tudat alatt. Tehát, hogyha a paciens tovább menne, mint ahol a terapeuta van, akkor nagyon nehéz a terapeutának kontrollálni az irigységét. Uh-huh. Tehát ha azért jövök hozzád, hogy valahogy le tudjak fogyni, és te kövér vagy, akkor ez nem jó. Akkor inkább küldjél el, vagy én inkább keressek valakit, aki nem kövér. Hogy ne irigyelje, amikor én lefogyok. Ami gyakoribb, mint ez a példa, és csak úgy ez megmutatja, hogy miről van szó. Volt. Uh-huh. Sokszor szenvedünk a szokásainktól. Nehéz helyzetben nőttem fel, túl akartam élni, és ez a túlélés, ez azzal jár együtt, hogy szokásokat alakítottam ki, hogy túléljek. Később, amikor felnövök, megmaradnak a szokásaim, más a környezetem, a helyzetem, a régi szokásaim nem működnek. Tehát valahogy rá kell jönni, hogy mik a szokásaim, meg kell szabadulnom a szokásaimtól, és esetleg új szokásokat kell kialakítanom. Most egy olyan terapeuta, aki szenved a saját szokásaitól, az nem tud nekem segíteni. Tehát vannak olyan terapeuták, akik segítik egymás, a intervízió vagy szupervízió abból áll, hogy meditáció például, buddhista meditáció, praktikusan arra való, hogy rájöjjek arra, hogy mik az én automatikus, szokás automatizmusok, amik maguktól mennek, mint a vírus egy számítógépbe. És nem biztos, hogy nekem jó, vagy bárkinek.
és hogy azokat kicseréljük mélyen szívből jövő reakciókra. Hogy ne automatikusan reagáljak, hanem lelassulok, és tényleg a szívemből, onnan, ahol én tényleg élek, nem félelemből, hanem szeretetből, vágyból, a valóságból reagálok rá. Na ez a változás, ebben a változásban jó, hogyha a terapeuta egy kicsit előrébb van, mint a paciens. De azt mondod, hogy elég csak egy kicsit előrébb lenni. Nem. Tehát nem kell a bölcsekkövének a birtokában lenni. Nem. Az tulajdonképpen az, ami ez az egész kérdés, ez a transzferencia alatt van. Hogy amikor gyerekek voltunk, akkor azt hittük, hogy a felnőttek mindent tudnak. És nekem nem, hát én nem tudok semmit, de hát az apám tud mindent, az anyám tud mindent, a tanítók tudnak mindent. Amikor az ember terápiába megy, akkor azt hiszi, hogy a terapeuta tud mindent. Én nem, de a terapeuta igen. És félelmetes rájönni arra, a Freud azt mondta, hogy akkor van vége a transzferenciának, amikor a paciens is rájön, hogy ő is tudja a tutét, nem csak a terapeuta. De a francia Lacan, Jacques Lacan, azt mondta, hogy a Freud nem merte végig gondolni ezt. Mert ő azt mondta, a Lacan azt mondta, hogy akkor van vége a transzferenciának, amikor rájövünk, hogy senki nem tud semmit. Hogy a terapeuta se tudja, hogy nincs felnőtt, hogy elfogytak a felnőttek. És ez ijesztő. Jó halucinálni azt, hogy mindig lehet valakihez fordulni. És lehet úgy pénzt keresni, hogy az ember úgy csinál, mintha ő felnőtt lenne, és akkor segít a gyerekeknek. De az igazi valóság az, hogy te se tudod, én se tudom, de szeretni tudjuk egymást, együtt tudunk lenni, és együtt megpróbálunk élni a világban, annélkül, hogy tudnánk a tutit. Amikor a Freudot megkérdezték, hogy mondjuk 7 év analízis után mire lehet számítani, Freud nagyon okosan azt mondta, hogy a szenvedés befogadó kapacitásod meg fog nőni. Nem azt mondta, hogy kevesebbet fog szenvedni, hanem azt mondta, hogy jobban fogod eltűrni a szenvedést, és nem lesz az a fantáziát, hogy meg lehet szabadulni tőle, vagy hogy te túl pici vagy, és a szenvedés túl nagy, és nem bírod. 7 év analízis után rájössz arra, hogy na, ki lehet bírni. Perspektívikus. Ugyanakkor tanúsíthatom. Tényleg ez történt a sok év terápiám alatt, amíg, meg még most is járok egyébként. Nem tudom, valaha abba hagyom-e. Na mindegy. Ja, 1000 dolog van a fejemben. Például az, hogy azt gondoljuk, hogy azért a pszichoterapeuta vagy pszichológus részéről is ez egy önkéntes dolog. Tehát nem úgy van az, hogy ez addig tart mindig, amíg a mondjuk a pszichológus, vagy amíg a páciens szeretné. Hogy mit gondolsz erről, hogy lehet-e olyan, hogy egy pszichológus mondja azt, hogy fejezzük be a terápiát? Hát persze, hogyha megijed, vagy unja, én nekem muszáj befejeznem a terápiát, abban a pillanatban, amikor nem örülök a paciensnek. Hülye lennék, mint paciens, hogy járjak valakihez, aki nem örül nekem. Valószínűleg a problémáim onnan jönnek, hogy a szüleim nem örültek nekem. Nem, jött egy gyerek, és most már muszáj felnevelni. Hát egy terapeuta, aki azt mondja, hogy hát kell pénzt keresnem, hát muszáj ezekkel az emberekkel dolgoznom. Hát az nem fog segíteni senkinek. Mélyen az segít a paciensemnek, hogy fölcsillan a szemem, amikor meglátom.
És ez nem történik meg, mert ez nem, én nem egy színész vagyok, aki úgy csinál, mintha. Tehát nem vagyok prostituált. Nagyon közel áll a terapeuta a prostituálthoz. A prostituált az azt jelenti, hogy valaki helyett beállok. És úgy csinálok, mintha. És nagyon gyakran terapeuták, pszichiáterek prostituáltak. Úgy csinálnak, mintha. De abban a pillanatban, amikor eltűnik a paciens, akkor megvan a véleményük. Akkor azért dolgoznak, mert a sex worker, a sex munkás is, hát ő neki az a dolga, hogy színésznő legyen. Hogy ő eljátsza a szeretőt. És az, aki megvásárolja amit árul, az valahol tudja, hogy ez hamis, de nem baj. Tehát mondjuk egy prostituáltnak az a dolga, hogy a kliense vágyait teljesítse, és ezért kap fizetést. Freud azt mondta, ő is használta ezt a metaforát, hogy mi terapeuták nem vagyunk prostituáltak, mert a legjobb terapeuta frusztrálja a paciensét. A legjobb terapeuta nem elégíti ki a paciensei vágyait, hanem megérzi őket, talán szavakat rá, és mint egy tükör megmutatja a paciensnek, hogy ezt akarod tőlem. És ha tőlem ezt akarod, akkor másoktól is ezt akarod. De mások nem tudják visszatükrözni neked, én vissza tudom tükrözni. Nem baj, hogy ezt akarod, én nem fogom megadni neked. Ha tényleg akarod, akkor találd meg a világban. Úgyhogy a terapeuta olyan, mint egy új, ami mutat a holdra. És néha a paciens nem akar oda nézni, ahova a terapeuta mutat, hanem szopni akarja a terapeuta ujját. És ezt nem szabad megengedni. A prostituált megengedi, szopt az ujjam. De a terapeuta azt mondja, valaki azt mondja, hogy olyan jó veled lenni, mondja egy paciensem. És akkor én azt mondom, hogy na hát akkor találj magadnak embereket, akikkel legalább olyan jó lenni, mint velem. Ne, én nem fogom ezt a vágyadat teljesíteni, én csak homeopatikus pici dózisokból kaphatsz belőlem, csak egy emlékeztető, hogy vannak emberek olyan, mint én, keresd meg őket a világban. Ez olyan, mint az apának azt kell mondani a lányának, hogy nagyon szexi vagy, kislányom, irtózatosan vonzó vagy. Találj magadnak jó pasikat, nem én. Tehát az a terapeuta, aki teljesíti a paciensei vágyait, az olyan, mint egy vérfertőzéses apa. És ami még pár gondolattal ezelőtt így megmaradt bennem, nem akarom elfelejteni, hogy én is írtam erről egyszer egy pár sort, hogy tehát ahogy az anyánkban, meg az apánkban, úgy szükségszerűen a pszichológusunkban is csalódni fogunk, hogy ez hogy van. Ez nyilván biztos része a dolognak. Yeah. Csak hogy ezt lehet, hogy nehéz felfogni előre, hogy, ja, hogy nem az lesz, hogy ő sose okoz csalódás, nem felejt el, nem bánt meg, nem mond rosszat, stb. Stb. De akkor el kell gondolkodni a csalódásról. Mert hogyha te vagy a pszichológusom és csalódom benned, akkor jogod van azt mondani, hogy mindenkivel azt fogod csinálni, amit velem. Hogy azért csalódsz, mert nem szeretsz. Azért csalódsz, mert neked nem vagyok fontos. A te ideálod fontosabb, mint a hús és vér valódi én. Mi ez a csalódás? Hogyha csalódsz bennem, akkor csalódsz magadban.
mert akkor van egy ideál, hogy én nekem kinek kell lennem. És akkor állandóan sanyargatom magam, hogy én kevesebb vagyok, mint az ideál. De az ideál az semmi, az ideál az csak egy... az valahonnan jött, összeállítottam. De én élek. Tehát sokkal fontosabb vagyok én. Hogyha szeretlek, akkor soha nem fogok csalódni benned. Erről eszembe jutott a saját párkapcsolati tanulságaim közül az egyik szerintem elég nekem jelentős volt, hogy valahogy azt látom, hogy akkor lehet, hogy tévedek, de én erre jutottam, hogy akkor tudunk jól lenni párkapcsolatilag egymással, ha így igyekszünk egy csomó helyzetben kivenni az egónkat a szituációból, mert hogy a másik nem azért csinálja azt, amit csinál, mert engem meg akar bántani, meg mert nem vagyok neki fontos, meg mert nem szeret eléggé, hanem mert küszködik a saját démonjaival, és dönthetek úgy, hogy ezt nem veszem magamra. És nekem ez nagy megkönnyebbülést adott, hogy mi nem egymással csináljuk, amit csinálunk, hanem mindenki a saját küzdelmét vívja, és ebben néha ilyen értelemben, hogy az előbb mondtam, csalódást okozunk egymásnak, de ugye erre rá lehet nézni úgy is, hogy ez nem az enyém, hanem az övé, és akár még nehéz helyzetekben, ami nekem is nehéz, őt is támogathatom, hogy a saját küzdelmében előrébb jusson. Nem tudom, te erről mit gondolsz, ez talán picit rárímel a terápiára is, de nem biztos, hogy jó a párhuzam. De jó, hát a terápia az nem más, mint egy párkapcsolat. Hát úgy kezdeném, hogy a szeretetnek az egyik legalapvetőbb definíciója az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Mert ha tudnálak bántani és bántlak, akkor nem mondhatom, hogy szeretlek. A vágynak semmi köze nincs a szeretethez. Tehát amit mondsz, az igaz, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban vagyunk, és én hazajövök, és vagy te megtudtad, vagy megmondom, hogy egy másik nővel voltam, akkor persze, hogy lehet, hogy nem azért csináltam, hogy téged bántsalak, hanem azért csináltam, mert nekem vannak problémáim a kötődéssel, de akkor nem mondhatom, hogy szeretlek, mert a legrosszabb, a rossz dolgok bennem nem védtelek meg attól, ami bennem nem jó. Akkor mondhatom, hogy szeretnélek szeretni, de még nem tudlak, dolgozom rajta, és akkor te is mondhatod nekem, hogy szeretlek, de menj a fenébe, és gyere vissza akkor, amikor már tudsz szeretni. Tehát elfogadhatjuk a másikat, de nem kell együtt lenni a másikkal. Mondjuk, hogyha te vagy a lányom, és heroinnal ölöd magad, akármennyire szeretlek, azt mondanám neked, hogy én ezt nem bírom, ennek nem tudok tanulja lenni. Hogyha ezt akarod csinálni, kislányom, menj és csináld valahol, ahol én nem vagyok. Ne az orrom alatt csináld. Én nem tudlak megállítani, bármikor, amikor abba hagyod, gyere vissza, én imádlak, de addig, amíg ezt csinálod magaddal, én nem akarok tudni rólad. Ez szeretetteljes, szerintem. Tehát nekem az, hogy én szenvedjek, mert a másik szabad, hát az nem jó nekem. De azért, mert szeretlek, támogatom és a szabadságodat, és bátorítanálok arra, hogy ne kerüljön neked a szabadságodba az, hogy velem kapcsolatban vagy. Tehát én azt mondom, hogy legyen szabad. De vannak határok, nem emberi, nem általános, hanem személyes, hogy amikor ezt csinálod, az nekem fáj. Légy szíves, ne csináld. Ez egy. Itt a nyugati parti indiánoknak van ez a nő, a férfi beköltözik a nőhöz, a tipi a sátrába,
És akkor valamit csinál a pasi, aminek a nőnek nem jó, a nő azt mondja, drágám, ezt ne csináld. Ha még egyszer csinálja a pasi, akkor azt mondja a nő, hogy drágám, már megkértelek, hogy ezt ne csináld. Ez kettő. Tényleg ne csináld. Harmadszor, ha a pasi csinálja, kidobja a nő a pasit. Kész. Nem azért, mert rossz, csak csinálja máshol. Ha engem szeretsz, akkor mondtam, hogy ez nekem nem jó. Jó, elfelejtetted, akkor figyelmeztettelek. Harmadszorra akkor már azt gondolom, hogy azért csináltad, hogy dobjalak ki. Hát kidobla. Gyere vissza, ha úgy jössz vissza, hogy rájöttem, ezt soha többé nem fogom csinálni. Akkor esetleg, ha még úgy érzem, akkor visszavesznek. Valahogy nekem ez így megy. A kettő még ki is egészítheti egymást, tehát hogy még nem feltétlen veszem magamra, és azt mondom, hogy oké, okay, most megbeszéltük, de hogy ezt ne csináld meg még egyszer. Még van néhány kérdésem, de előtte azért akkor elmondanám, hogy ha minden jól megy, akkor nyáron jössz újra Magyarországra, és hogy lesz nyári egyetem. Nem tudom, hogy van-e a fejedben egy-két program, amiről tudod, hogy arra készülhetnek a hallgatók, hogy hol találkozhatnak veled. De ha nem, akkor majd nem, kiírjuk nem lehet készülni. Nem lehet? Nem, mert én azért szeretem a nyári egyetemet, mert tele van meglepetésekkel. Számomra is, tehát mások számára is. Úgyhogy az a jó benne, hogy semmire se lehet számítani, de mindig történik valami meglepő. Jó, hát akkor várunk, reméljük, hogy minden úgy alakul, hogy tudsz jönni. Köszönöm. Visszatérnék, akkor felírtam, azt mondtad, hogy a pszichológusoknak kisebbségi komplexusuk van, hogy erre rájöttél. Szerintem erre már sok pszichológus rájött az évek során, mert hogy valahogy nagyon jók vagyunk abban, hogy vitatkozunk egymással, hogy hogy kéne jól csinálni ezt az egész munkát, és egész komoly viták alakulnak ki ezen a téren, hogy te nem jól csinálod, azt úgy nem lehet, mit képzelsz magadról, hogy kéne csinálni, és hogy én azon gondolkoztam, hogyha ez egy nagyon vérmes dolog, hogy ott mondjuk, ha magamból indulok ki, hogy mennyire az én bizonytalanságomról szól, hogy még másnak is meg akarom mondani, hogy lehet csak egyféleképpen csinálni ezt, hogy erről még egy kicsit mesélnél, hogy te hogy látod? Ha A-ból B-be lehetne menni, mint egy egyenes vonal, egy egyenes úton, akkor mindenki azon az úton lenne. Az, hogy körülbelül 178 különböző pszichoterápia létezik, hát abból csak arra lehet következtetni, hogy senki nem tud semmit. Na most a legérdekesebb tanulmányok, hogy mi az aktív eleme annak, hogy a paciens azt mondja, hogy jobban lett, hogy jobb az élete terápia után, mint előtte. Minden olyan, minden megbízható tanulmány oda lyukad ki, hogy az elméleti odatartozás ebbe vagy abba vagy amabba az iskolába semmi köze nincs hozzá. A terapeuta személye mindig az, ami vagy segít, vagy nem segít. Tehát a Leng azt mondta, hogy nem, tök mindegy, hogy mit csinálunk, és hogy mit hiszünk, hogy csinálunk. Ha szeretjük a pacienst, akkor a paciens jobban lesz. Én lehet kognitív terápiát csinálni, amit én soha nem csinálnék, de ha a terapeutának jó szíve van, a terapeuta sugározza, hogy örül a paciensének, akkor csak mindegy, hogy mit csinál. Én gyakran úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy együtt legyek valakivel, egy zárt szobában, egy nővel, egy férfival, egy fiatal emberrel, egy öreg nővel, hogy a mi kultúránkban, a mi
társadalmunkban kell egy alibi arra, hogy intimen tudjunk beszélgetni, és hogy esetleg fogjuk egymás kezét, vagy hogy valaki sírjon az ölembe. Tehát szerintem az, hogy én ebbe az iskolába tanulom, az egy alibi arra, hogy szeressenek. Mert alibi nélkül úgy néznének, hogy mit csinálnak ezek. A másik dolog pedig az, hogy minden elmélet, minden, én meg vagyok győződve, hogy ez az, ami jó, az egy cumi a terapeutának. Mert szerintem nem tudjuk, hogy mit tevők legyünk. Minden pillanatban más a helyzet. Na most mondtad, hogy te örülsz annak, hogy azért sok tudást szereztél az egyetemen, de egy gyors példát adok, hogy jött hozzám valaki, pont akkor, amikor arról beszéltem nyilvánosan, hogy a többszörös személyiség, ahol mondjuk egy illető úgy tűnik, hogy van benne három lény, egy fiatal fiú, egy idősebb nő, egy férfi, és nem lehet tudni, hogy ki van ott, mindig meg kell kérdezni. Én ezt nem hittem, én általában, én nem vagyok cinikus, de kételkedem. Nem vagyok biztos, hogy tényleg egy idegrendszerben él 4-5 személyiség. És én erről beszélgettem, hogy ezt nem hiszem, hogy ez lehet, hogy egy ilyen színházi produkció, amit a paciens csinál, hogy szórakoztassa a terapeutát. És akkor megérkezett egy nő a rendelőmbe, aki egyszerre, ő egy 50 éves nő volt, és egy 7 éves kisfiúként mutatkozott be. És akkor el kellett engednem az előítéletemet. És ahelyett volt bennem egy impulzus, hogy keressem meg azokat a könyveket, ahol leírják, hogy mit kell egy terapeutának csinálni ebben az esetben. Volt bennem egy impulzus, de ellenálltam neki. És azt mondtam, szerintem ennek a nőnek arra van szüksége, hogy megtanítsa nekem, hogy ő vele mi van. Nem, hogy ő az egyike ezeknek, hanem, hogy legyen személyes. Hogy neki, hogy még ha tudnám is, hogy ezekkel mit kell csinálni, akkor is el akarom felejteni. Mert ő vele lehet, hogy valamit másképp kell csinálni, és csak ő tudja megtanítani nekem, hogy vele mit kell csinálni. És meg is tanította. Rengeteget tanultam tőle, és ő mutatta meg, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ez a fiú és ő egyé váljanak, és ne legyenek ketten. Úgyhogy én rengeteget tanultam tőle, amit nem tanultam volna, ha rohantam volna a könyvekhez. És mit gondolsz egyébként azon kívül, hogy szeresse a pszichológus, nyilván ezt nem lehet előírni, tehát vagy szereti, vagy nem. Tehát, hogy azon kívül, hogy szereti a pszichológus a páciensét. Ja, akit nem tudok szeretni, azt elküldöm hozzád. De hogy ezen kívül még szerinted mi kell ahhoz, hogy mondjuk valaki jó pszichológus legyen, vagy van-e ilyen? Vagy hogy szerint, mert hogy mondtad a saját analitikusodról, hogy annyira nem csinálta jól, szóval, hogy nyilván nem mindenki csinálja ezt olyan jól. Hogy mit gondolsz, hogy min múlik ez? Na hát megmondom, hogy miért volt ő szerintem hülye. Hála Istennek, mert annélkül nem lettem volna terapeuta, és én nagyon élvezem. Például az egyik óra végén, ahogy ott fekszem, ő meg mögöttem, mint a Freud, a klasszikus analitikusról, azt mondja nekem, mielőtt vége az órának, hogy ő látja, érzi, hogy a faszát a seggemben haza akarom vinni.
Na, hát ott vagyok, 23 éves, fiatal matematikus. És akkor ez az ember azt mondja, hogy én az ő faszát a seggemben haza akarom vinni. Hát azt hittem, hogy ő az őrült. Hát én nem tudtam, hogy honnan veszi. Hogy én tényleg ezt akarnám, és nem tudok róla, és ő tudja. Hát ő olyan problémákat okozott nekem, amik jobban megörítettek, nem hogy összekötöttek a valósággal. Ő neki volt egy elmélete. Például én mondtam neki, hogy amikor én szeretkezek, akkor ejakulálás után a faszom nem lesz puha, még áll. Többször tudok szexelni, és akkor ő röhögött, és mondta, hogy te ezt képzeled. De hát ez volt az élményem, amikor ezt később elmondtam a Lengnek, ő is röhögött, hogy ő tudta, ő 7 évig volt analízisben, hogy olyan dogmatikus a terapeuta, hogy ilyeneket tud mondani. Olyat tud mondani, ami nem a paciens élménye, és amikor a paciens elmondja az élményét, nem hiszi el. Hát ez őrület. Igen, hát ez nagyon hiteltelenítő, és nem nagyon van szükségünk mondjuk egy hiteltelenítő család után egy hiteltelenítő pszichológusra. Nem sokat fog gyógyítani. Tehát, hogy nagyon jó lenne, ha nagyon rá tudnánk hangolódni a pácienseinkre. És hogy én azt érzem, hogy a saját munkámban sokszor az egy fontos feladatom, hogy a lehető leginkább tudjon félretenni az ítélkezést. Tehát, hogy mondjuk ott meg tudjon születni egy ítélkezésmentes attitűd. Tehát, hogy mondjuk a rendelőn belül mindent oké legyen kimondani, mindent oké legyen gondolni, és hogy ne legyen tabúsítva. De hát azért nyilván nekem is vannak korlátaim, határaim, tehát hogy arra meg nagyon kell figyelnem, hogyha nekem valamit nehéz elfogadni, hogy akkor mondjuk azzal én hogy vagyok, vagy hogy akkor annak a páciensnek... Beszélhetsz magadról. Én valamennyit szoktam, de hogy mondjuk a páciensnek jobb helye lenne valaki másnál, aki mondjuk azt jobban el tudja fogadni. Van egy angol pszichoterapeuta, aki több könyvet írt, David Smale-nek hívják, és szerintem ő megmondja a tutit. Ő azt mondja, hogy nagyon kevés dolgot tud egy ember egy másik emberért tenni. És ő felsorolja. Egy, tudunk fedelet adni egymásnak. Tehát tudunk szállást adni. Tulajdonképpen a rendelőm egy ideiglenes szállás, ahol nyugodtan lehet valaki, és nem bántják. Tehát szállást adunk. Második az, hogy bátorítani tudjuk egymást. Én erre nem is gondoltam, de rájöttem, hogy igaz. Arra van szükségem, nekem is, másoknak is, hogy bátorítsuk egymást. És ezt meg tudjuk tenni. Ehhez nem kell doktorátus. A harmadik dolog pedig a demystification, és ez valahogy egy kicsit komplikáltabb, de hogy amikor nem gondolkozik a paciens a valóságban, hanem történeteket sző, például az egyik példája az, hogy sokan jönnek be, hogy ez történt, meg az történt, meg amaz, és akkor a terapeuta a dolga az, hogy azt mondja, hogy semmi soha nem történik. Valaki csinált valamit valakivel. Ki tett mit kivel? Hogy a történésből segíthetünk a paciensnek, hogy ki tudja mondani, hogy ki tett mit kivel. És tulajdonképpen ez a David Smale, ő azt mondja, csak ezt tudjuk csinálni. A többi nem fontos. Mármint, hogy a terápiában. Ja. Vagy mint emberként, még barát barátnak, vagy szerető szeretővel, vagy paciens és
terapeuta, hogy maximum ezt tudjuk egymással csinálni. Igen, azzal zárnám, hogy többször hallottam már tőled, hogy éppen ezért, amiket ma elmondtál, néha az is egy kész terápia, vagy hogy az az ember tök jó terápiába tud járni, akinek ezek megvannak a barátaival, és tud ilyen igaz beszélgetéseket a barátaival folytatni, és nekem nagyon sokszor volt az az élményem, de ilyen őrültségnek tűnt, míg ezt nem hallottam tőled, hogy igen, egy elfogadó attitűddel rendelkező barát, aki előtt tabumentesen lehet beszélni, annak van egy ilyen hatása az emberre. Abszolút. A Lengnél azt mondta, hogy azok, akik hozzákerülnek, azok kifogytak a barátaikból. És abban a pillanatban ő gondolta, amikor már újra vannak barátaik, akkor már nincs szüksége a terapeutára. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Majd megpróbálom leírni még azt a rengeteg kérdést, aztán lehet, hogy még fordulok hozzá, hogy hát, ha folytathatnánk. Ezt még nem tudom, meg nem tudom, mennyire vagy elnyitott, de nekem még sok van a fejemben, viszont lejárt a maira szánt időnk. Úgyhogy hálásan köszönjük az idődet. Nagyon szívesen. Remélem még találkozunk. Én is. Jó egészséget és minden jót kívánok neked. Szia. Szia. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.